Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Berufe, die verschwinden. Es gibt keine, die den Böttcherberuf weiterbringen würden. Jubiläumskonzert. Der deutsche traditionsprägende Verein von Ratsbettel ist 30 Jahre alt. Ungarndeutsche Abstammung und Liebe an Musik. Gespräch mit Musikdozenten der Universität Pécs, Janos Müller. Engagierte junge Leute bringen die ungarndeutschen Traditionen weiter. Auf einen richtigen Schatz stößt man, wenn in Nádas den Böttchermeister Mihály Weimert besucht. Nicht nur die Gegenstände und die selbst angefertigten Werkzeuge, sondern auch das während der Jahrzehnte gesammelte Wissen, seine Demut und Präzisität verleihen der Werkstatt eine besondere Atmosphäre. Dieser schwere Beruf mit langer Vergangenheit kann aber gänzlich verschwinden, wenn es niemanden gibt, der das Erbe der ehemaligen Böttcher fortsetzen und weiterbringen würde. A betelepített németek sokféle mesterséget űztek az egész lakosság megelégedésére. Példás igyekezetük és szorgalmuk iridlésre méltó volt. A 21. századra azonban a régi mesterségek nagy része már feledésbe merült, vidéken is csak elszórtan űzik azokat. Weimert Mihály az utolsó kádármesterek egyike. Ez nálam úgy kezdődött, hogy én nem akartam kádárnak menni, hanem én lakatos szerettem volna lenni. És hát mivel Óbányán nőttem fel, és hát anyámmal, apámmal háború ideig meghalt, úgyhogy napszámból tartott el minket, és ezáltal nem volt más lehetőségem, mint hogy kömbes nem akartam lenni, és Pécsre kellett volna járni ahhoz, hogy lakatos legyek. És hát nem volt, anyám napszámból tartott el, és ezáltal nem lehetett, mivel az kicsit költséges lett volna, és itt Mecsek-Nádasban volt egy Kádár KTS, és akkor itt vettek föl Kádár tanulónak. És az 58-ban kezdtem, és azóta ezt csináljuk. Igaz, kisebb megszakítással voltam Holánnál egy, de ott is, mint fogmunkát csináltam ott is. Valamikor nagyon népszerű volt, itt volt, a háború előtt itt több mint 100 Kádár volt Nádasban, de nem jelenti azt, hogy mindenki a szakmájában dolgozik, csak kitanulták, mivel azért sokan csoknak volt egy kis földje, nyáron a mezőgazdaságban dolgoztak, télen nem volt más munkájuk, akkor elszegődtek kádármesterekhez, és ott kitanulták a kádár szakmát. És akkor most elmentek bányásznak később, úgyhogy nem dolgoztak a szakmába. Körülbelül, mikor én kezdtem tanulókoromban, akkor egy ilyen 40 kádár körül volt, aki az üzemben dolgozott, és még egy legalább egy 7-8 önálló kisiparos volt még. A kádármester a rönkökből dongákat készít, majd azokat másfél-két éven át folyamatosan szabad ég alatt szárítja, ahol éri az eső, a nap és szárítja a szél. Akkor úgy jön be, mint ahogy az az anyag, ilyen sötét című jobb, ott áll a fal mellett. Úgy jön be, és onnantól kezdve, na most ezek eperfák, más színű. Tehát onnantól kezdve akkor itt átolom ezen a kis gépen, amelyik megadja ezt a külső ívet, és utána meg ezen a kis gépen azt a belsejét szedik ki, és akkor rákerül arra a gépre, amelyik már ezt csinálja. Tehát az oldalát. Tehát ezt, hogy ez hasa, hogy ennek hasa legyen. Ezt már azzal a gépet csinálom. Na most régen ez persze nem így készült ilyen gépek, hanem mint kézi munkát. Hát látod, itt vannak még szerszámok, nincsenek már használatban, de régen ezeket használtuk. Akkor nem volt gép. Akkor minden kézzel ment. De hát még szalagfűrész sem volt nekem. Ezzel a kezdetén. Az első horoz, amit készítettem, ott mind teljesen kézzel készült ott minden. Mi kitüzelési folyamatnak nevezzük, és
úgy hajlítjuk össze az anyagot, és akkor föl lesz melegítve. A belseje az ilyen 170 fok körül lesz, kívül meg ilyen 70-80 fokos az anyag. Akkor lesz olyan, mert a cellulózfának a cellulóz tartalma 110 fokon lesz képlékeny, akkor lehet hajlítani. És ha annyira fölmelegítjük, és utána, ahogy lehűl, akkor úgy is marad. Tehát amikor le lesz szedve, van itt egy javító készletem. Tehát akkor így marad. Tehát ezek ugyanazok a dongák. Na most nem úgy, hogy kicsit rövidebb anyag, de akkor így megmarad. És ez ennyire meg kell pörkölni a belsejét. És ezt szeretik a borászok, minél sötétebb, annál jobban tetszik nekik. De nem csak a tárgyak és a saját készítésű szerszámok, hanem az évtizedek alatt felhalmozott tudás, az alázat és a precizitás az, ami Weimert Mihály műhelyének különlegességét adja. Ez a nehéz, nagymúltú szakma azonban teljesen eltűnhet, ha nem lesz, aki folytatná, továbbvinné a hajdani kádármesterek örökségét. Ez egy nehéz szakma. Akár milyen műveletet fogunk, nehéz. Akár magában a donga nehéz, a rönkök nehezek, a hordó nehéz. Tehát nem könnyű. Megbánta, hogy ezt választotta? Hogy ezt kellett választani? Hát nem volt más lehetőségem. Der Deutsche Traditionspflegende Verein von Ratzbetter hat seine Programmreihe zum Jubiläum begonnen. Die Jugendblaskapelle, der vor 30 Jahren gegründeten Zivilorganisation, gab am 2. Januar, Wochenende, ein Konzert. Ein nicht verheimlichtes Ziel des Vereins ist, in naher Zukunft ein Heimatmuseum zu errichten, wozu bereits die Objekte, Kleider und Gebrauchsgegenstände gesammelt werden. A 30 éves újpetrei német nemzetiségi hagyományőrző egyesület már az óvodában elkezdi a sváb kultúra megismertetését a gyerekekkel. Az egyesület keretében az ifjúsági fúvószenekaron kívül működik egy kézműves kör, valamint egy tánccsoport is. A jubileumi év nyitó rendezvényén a fúvósok adtak koncertet. Annyit gondolkodtunk, hogy hogy lenne jó, hogy lehet megvédeni az embereket, és hát ugye betartani a szabályokat, és úgy döntöttünk, hogy akkor lesz egy új évi koncert, természetesen betartva a mostani szabályokat. 30 évesek vagyunk, ez azt jelenti, hogy a tánccsoport, a zenekar és a kézműves körünk ből áll ez az egyesület, hagyományőrző, sváb, többnyire sváb hagyományokat, sváb eszközöket gyűjtünk, nagyon gyűjtünk egy tájházra, mert végre szeretnénk, hogyha már az is lenne, nekünk csak tájszobárig jutottunk el. Hát a tagságról mindenképpen el akarom ma mondani, hogy több százan voltunk már. A 30 év alatt még, hála Istennek, vannak nénik, bácsik, akikkel tudunk beszélgetni, de már sajnos egyre fogyóbban vannak, és a tábor, amit nyáron szoktunk tartani, a tábor alatt szoktuk őket meginterjúvolni. Úgyhogy a hanganyagaink és például a receptfüzet, amit összegyűjtöttünk, az eredeti sváb nyelven, ami itt újpetrei, ezekre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És ennek kapcsán indultunk el, hogy nagyon nagy volumenű rendezvényt nem tarthatunk, de sok aprót próbálunk, és ez a sok apróval próbáljuk megünnepelni azt, hogy mégiscsak 30 éve van itt valami. Újpetre nem egy nagy lélekszámú település, hát körülbelül ezren vice versa, ezren vannak a faluban, és én azt gondolom, hogy nagy dolog, hogyha itt egy ilyen zenekart tudhatunk a magunkének, illetve egy tánccsoportot, ami természetesen állandóan változik, hiszen férhez mennek a gyerekek egyetemre, főiskolára, középiskolába, de azt gondolom, hogy még mindig létjogosultsága van ennek a tánccsoportnak is. Újpetrén dolgozunk, ez egy kis közösség, egy nagyon baráti, nagyon összetartó kis civil közösség.
kedvtelésből zenélünk. Azt hiszem, ez a legfontosabb, amit kell tudni. Most csak megkezdjük a 30 éves jubileumi évet egy koncerttel, majd lesz egy fontosabb jubileumi koncert. Most elsősorban német hagyományőrző zenével készültünk, de azért lesz sok minden más is, amit a közönség szerethet. A zeneiskolában dolgozunk, kolléganőmmel, Koch Ivettel, nagyon fontos őt megemlítenem, tehát nem egyedül csinálom a zenekart, van egy nagyon fontos munkatársam, az Ivett. Ketten képezzük a gyerekeket a zeneiskola berkein belül, persze jelentős lemorzsolódás is van, de minden évben fel tudjuk tölteni úgy a zenekart, hogy folyamatosan és zökkenőmentesen tudunk dolgozni. 3 éve vagyok már itt a zenekarban, és az egész zenélés azt egy ilyen 5-6 éve kezdtem el. Most ugye ott van még a sulim is, ami ugye az asztalos, és hát... Ez egy kicsit nehéz, de próbálom úgy az időmet rátenni arra, hogy a zenére is legyen időm. Igazából először is trombita volt, csak hát ugye némely hibák miatt muszáj volt átváltani tenorküldre, de igazából így tenorozni én nagyon szeretek, főleg sváb zenét. Az én családomban nem voltak svábok, de... Tehát nagyon érdekelnek az ilyen sváb zenék, meg az ilyen a sváb kultúrák, hagyományok, meg így minden érdekel. Az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület készülő falu múzeumához már gyűjti a tárgyakat, ruhákat, használati eszközöket. Die berufliche Laufbahn von János Müller wurde durch seine ungarndeutschen Wurzeln und die Liebe an Musik bestimmt. In seinem Heimatdorf in Kokrisch in Tolnau hat nicht nur seine Familie, sondern das ganze Dorf gesungen. Seine Musikstudien absolvierte er im Konservatorium von Fünfkirchen, anschließend an der Musikakademie in Budapest. Seit 1988 unterrichtet er Nationalitätenkindergartenpädagogen und Lehrerinnen an der Sexualfakultät der Universität Bécs. Er hat mehrere Bücher mit ungarndeutschen Volksliedern und Kinderliedern publiziert. Er ist ein aktives Mitglied des Sexualer Madrigalchors und für einige Jahre war auch Dirigent des ungarndeutschen Chors. János Müller unterrichtet Musik an der Fakultät für Kulturwissenschaften, Pädagogik und Regionalentwicklung der Universität Bécs in Sexad. Seine berufliche Laufbahn wurde durch seine ungarndeutsche Abstammung und die Liebe an Musik bestimmt. Ursprünglich stamme ich von Kokasch, von der Nachbarsdorf von Sexad, nicht weit hier entfernt. Meine ganze Familie stammt aus Kokasch, die sind reine Ungarndeutsche. Das heißt auch mütterliche und auch väterlicherseits. Seit 1988 bin ich hier tätig und ich wurde angestellt wegen meiner Interesse für das Nationalitätenmusik, vor allem für Volkslieder, für deutsche Volkslieder. Ja, genau, das wurde für die Studentinnen zusammengestellt. Das sind natürlich ungarndeutsche Kinderlieder, gruppiert nach Lebensalter. Das ist für den Gebrauch zu Hause und nicht für Kindergarten. Natürlich ist ein sehr großes Interesse auch von der Nationalitäten Kindergärten, weil sie auch nicht so viel Material für das musikalische Erziehung, für Nationalitäten musikalische Erziehung haben. Und dafür ist das Buch so beliebt worden. Das gehört zu Ungarn oder deutsche Identität in Ungarn. Am liebsten sage ich immer Ungarndeutsche, weil das ist typisch ungarisch. Die meisten Lieder sind hier in Ungarn entstanden und es wäre so schön, wenn diese Lieder auch in Ungarn weiterleben könnten. Der Meisterpädagoge der Universität hat in Kokrisch und Hajós ungarndeutsche Volkslieder gesammelt, die in seinen Publikationen veröffentlicht worden sind. Die Lieder, was
da drinnen stehen, das hat die meisten meiner Schwestern gesammelt, aufgenommen. Ich habe es in die Noten gesetzt und die meisten Lieder sind, die in unserer Familie oft gesungen waren. Ja, zum Beispiel auf der Titelseite ist die Anna-Kapelle in Kakasch. Diese Kapelle hat meine Großmutter immer gepflegt und reingehalten. Auf der Rückseite steht ein Gedicht von meiner anderen Oma aus Kakasch. Und zum Beispiel der erste Lied in diesem, nicht der erste, ja, das ist ein Lieblingslied von meiner Oma wieder. Und das letzte Lied ist dieses Lied, was ich zuletzt gehört habe von meinem Vater. Das ist eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und vielleicht auch für Zukunft. Und dann begann eine Sommerarbeit und es dauerte mehr als 10 Jahre lang. Das heißt, wir haben angefangen mit Audiokassetten per Post schicken hin und her und wir haben beendet mit E-Mail, mit Audiodateien hin und her schicken. Und so ist dieses Buch entstanden. Fast alle Lieder, was in Haiwosch gefunden werden konnte, sind drinnen. Er nimmt aktiv am Sexader Musikleben teil. Früher leitete er den Sexader Ungardeutschen Chor und bis heute singt er im Sexader Madrigalchor. Meine Schwester hat diesen Chor damals begründet und als sie nach Deutschland weggegangen ist, habe ich die Leitung übernommen. Und das habe ich 2 oder 3 Jahre lang gemacht und da musste ich einsehen, ich muss entscheiden, ob die Volksmusik, Volkskunst oder die klassische Musik. Also beide ging es nicht. Und ich habe entschieden für die klassische Musik. Und ja, ich bin schon Mitglied bei der Madrigal Chor über 30 Jahre. Ziel der im Jahre 1995 gegründeten KIRA, deutschen Nationalitäten-Tanzgruppe, ist, die alte Tanz-, Gesang- und Musikkultur in der Gegenwart aufrechtzuerhalten. Die Arbeit der Tanzgruppe wird derzeit von Emil Hermann geleitet, einem ungardeutschen Volkstanzlehrer, der seit den Kinderjahren aktives Mitglied der Gruppe ist. Die Tanzgruppe hat mehrere Goldbewertungen, einen Niveaupreis und Festivalsonderpreise erhalten. Unter den 30 Mitgliedern sind viele engagierte junge Leute, die die ungarndeutschen Traditionen weiterbringen. A Német Kéri német nemzetiségi tánccsoport 1995-ben alakult. Országszerte vannak fellépéseik, külföldön is gyakran vendégszerepelnek. Rendszeresen részt vesznek a magyarországi német ének, zene és tánckarok országos tanácsa által 3 évente meghirdetett minősítő fesztiválon, ahol már többször aranyminősítést értek el. A helyi német nemzetiségi önkormányzat 2009-ben a Németkéri Németségért nívó díjjal ismerte el munkájukat. A 95-ös megalakulás óta a tánccsoport elsődleges küldetése, célkitűzése a magyarországi német néptánckincs megőrzése, összegyűjtése, színpadra állítása. Különös hangsúlyt fektetve a Németkéri, tehát a 18. században Németkére betelepült sváb lakosság tánc hagyományainak, illetve a zenei és ének kultúrájának a megőrzése, összegyűjtése, és mindezeknek a hiteles módon történő átadása.
Az együttes művészeti vezetője családjából hozta a hagyományok tiszteletét. Óvodás kora óta táncol, az elsők között csatlakozott az immár 27 éve működő tánccsoporthoz. Elvégezte a magyarországi német néptáncoktatók képzését, a német néptánckultúra területén végzett kimagasló munkájáért 2017-ben kitüntetést kapott. 95-ben, amikor ez a tánccsoport megalakult, akkor én az első táncpróbára elmentem. Valószínű, hogy úgy emlékszem, hogy egy felhívás kapcsán az iskolában meghirdették, hogy indul egy tánccsoport, és én akkor az osztálytársaimmal karöltve megjelentem az első táncpróbán, és megtetszett, és azóta itt vagyok, és most már vezető szerepet is betöltök egy jó pár éve. 2006 óta vezetem a tánccsoport háttérmunkáját, a fellépések szervezését, és 2010 óta pedig a próbáknak a vezetését, a koreográfiák készítését, tehát azóta, 2010 óta funkcionálok művészeti vezetőként is. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog életében ez a tánccsoport, németkér életében fontos dolog ez a tánccsoport, ugyanis hát messze földre visszük németkér hírnevét, és szerintem, hogyha ezt a, úgymond a falu lakossága is magáénak tudja, akkor ez nem fog kihalni. 1997-ben alapították meg a Német Nemzetiségi Táncegyesületet, hogy megkönnyítsék a tánccsoport munkáját és pályázati tevékenységét. Pont múlt héten jött az értesítés, hogy 1 millió forintot nyertünk a táncos helységünknek a teljes körű felújítására. Egyébként ez a helység, ahol mi most vagyunk, erről van szó. Úgyhogy mindent megragad az Egyesület, hogy a tánccsoport munkáját megkönnyítse. Tehát fontosnak tartjuk az élő zenei kísérletet, amire szintén kell anyagi forrás biztosítani, illetve ami nagyon fontos, még a viseleteknek a megóvása. Folyamatosan varrotunk új viseleteket, ami miatt szintén kell pályázatot beadni, mert önerőből nem lehetne finanszírozni. Jelenleg Rebeka egy századforduló utáni viseletet hord. Ezt az 1910-es években, 10-es évektől egészen a második világháborúig használták németkéren. Ez egy ünnepi viselet, egy vasárnapi templomba járós viseletnek is szokták nevezni. A németkéri viseletre a sűrűn rakott szoknya jellemző, alatta 4 darab keményre vasalt alsó szoknyával, és a fekete csipke díszítés. Az Egyesület viselettára mára már több garnitúra viselettel büszkélkedik. 2006-ban kezdte el édesanyám a táncot, azóta oszlopos tagja ő is a tánccsoportnak, és amikor 7 éves lettem, akkor én is beiratkoztam a tánccsoportba, és azóta nagyon nagy boldogsággal minden pénteken járok a próbákra is. Budapesten tanulok, az ELTE-n elvégeztem a germanisztikát, ezen belül a német nemzetiségi szakot, és idén pedig ugyanúgy szintén az ELTE-n német nemzetiségi középiskolai tanár leszek, és emellé a biológia szakpárt választottam. Úgyhogy most ezt tanulom, és minden pénteken hazajövök a táncpróbákra. A tánccsoport és az Egyesület nélkül nem tudnám elképzelni az életemet. 2022-ben is sok fellépés vár az együttesre. Legbüszkébbek arra, hogy meghívást kaptak a Magyarországi Német Nemzetiségi Önkormányzatok napján rendezett gálaműsorra, amelyen autentikus németkéri lépésmotívumokkal korábban aranyminősítést elért koreográfiájukat fogják előadni. Für heute bedanke ich mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!